Sziasztok! A Misi bátyja elkezdte tegnap a szezont, máma elkezdem én is. Mondtam nektek, hogy szükségem van pár dologra, máma voltam dinerbe, és hoztam azt, amire szükségem van. El is hoztam kókuszrostot, ide készítettem mindent az asztalra, nem asztal, hát én itt csinálom a növénykémet, megfordítom egy kicsit, hogy lássátok, hogy mi van. Szóval itt vannak a magok, egyszerű mini tamarilló, akkor a borsófa, a csarapcsia, és egyszer a csilifa. Szóval a csarapcsiát és a csilifát még nem akartam csinálni, de mivel szeretnék a Misinek segíteni, ezért megcsinálom ezt is. Mert így legalább tudom neki mondani, hogy ha már voltam olyan okos, és vittem neki ilyet, de nem tudtam neki rendesen elmondani, hogy hogy működik, akkor legyek olyan okos, hogy tudjak neki segíteni, hogy csinálom én is ezt a kettőt is, már csak azért, hogy tudjam neki mondani, hogy most locsold, Misi, ne locsold agyonra, nem kell, most nem locsolunk, most locsolunk. Na, hülyeskedek csak, tudjátok. Nem, különben egyáltalán nem hülyeskedek. Na szóval, viszont a Misi, képzeljétek el, aki még nincs fent a Misi csatornáján, az iratkozzon fel, mert a Misi is tud érdekességeket csinálni. Képzeljétek el, olyan jó kis ötletet adott, hogy egy színkódos megoldást, mivel nála nem működött rendesen, mert normális filcet csinálta, én alkoholista filccel csinálom, és nem fogpiszkálóval, hanem, hogy hívják ezt? Nyárs, ilyen konyhai nyárs, mit tudom én a nevet. Na, és erre fogom csinálni, ez vastagabb is, és hosszabb is, és így gondolom, hogy a alkoholos filc amúgy se oldódik víztől, mikor fel is szívja magát, és mivel vastagabb és magasabb, kevésbé lesz vizes itt fönt, nézzétek. És akkor egy ilyen megoldással fogunk dolgozni. Misikém, most figyelj! Ez most neked szól. Figyelsz! Fogod ezeket a nyavajákat, előre kiszámolod, hogy mennyit akarsz csinálni, nem beledobod az egészet, felesleges. Azt mondod, 5-öt akarok csinálni a csilifából. Akkor beledobálunk 5-öt a csilifának. Így, né? Belerakod egyből sok vizet, nem spórolsz a vízzel. Aztán lesz 5 darab csarapcsia. Csak azért csinálok 5-öt a csarapcsiából, meg a csilifából, mert ez csak te miattad csinálom. Én most nem kezdenék hozzá. Látod? Ennyi. Már, mikor így megfordul kész is, nem szórakozom vele, leveszik a tetejét ennek a nyavajának, félretesszük, fogod, kiemeled, berakod a helyére. Ennyi. Nem kell vele szórakozni, hogy összevizezed az egész asztalt. Felesleges. Ez még nincs kész. Ez már kész van. Ez is megy egyből a helyére. Így legalább az a víz, ami benne van, nem az asztalra megy ki, hanem egyből oda a helyére. Ő most azt a vizet majd fel tudja szedni. Ilyen egyszerűen működik ez, Misikém. Látod? Következőre, hogyha csinálod, akkor így csináld. Na, 2, 4, 6, 8, 10. A kettő megvan. A Strauch jelző és a izét, azt még megvárjuk. Na, még egy jó dolgot mutatott ez a Micsili, ez a Micsili. Ez a Micsili néha tényleg olyan jó dolgokat, hiába tanuló, még palánta. A Misi az még palánta, ilyen kertész palánta, de már nagyon jó dolgokat tud mutogatni. Például olyat mutatott tegnap, hogy a jó, nem is ezzel kell, de a csilifával kezdjük, mert az az első, hogy ilyen sok nem kell, hogy a vizes
fával könnyebb felszedni a magot. És igaza is van. Milyen jó. Na. Először egy kis izétből, egy kis klukat. Aha. Csak utána, ja, nagyobb magokat nem szedi fel olyan könnyen. Nem, hátmán dobom is mellé. Nem baj, felveszem kézzel, mindegy. Ez nagy mag ennek, ez fel tudom így is venni kézzel. De a kisfá, vagy kismagnak jó, jó van, hogy bevizeztem még egy magot. Mindegy, annyi mag van ebből a csinifából, mint a nyű. Na. Így né. Remélem, hogy benne van, nem mellette van. Kicsik egy kis lukat bele. Na, jöhet is, ha kettő, hát kettő. Majd amelyik erősebb, az marad benne. Ezen nem fogunk összeveszni. Oké, okay, megvan az öt darab. Szedjük szét, hogy ne legyenek ennyire egybe. Így né, és akkor a következő a csaracsia lesz. Na. Egy, a csaracsiához viszont kelleni fog a izé. Ez a megoldás, viszont mibe rakjam, mire rakjam, teszem erre az üvegre. Erre jó lesz a vizes megoldás, mert ez olyan mini magok, hogy nagyon. Jó, először is csinálunk egy ilyen lukacskát. Ez jó, Misi, ez tényleg jó ötlet, szóval ebből is látszódik, hogy öreg, szamár is tanul, na? Mindig lehet tanulni. Az, hogy melyik oldalával volt, tényleg teljesen mindegy. Na, ez viszont nagyon jól működik, igaz? És így nyilván be is temetjük. Kicsit megnyomom azért, hogy telibe legyen. Na, nézd, nem szedett fel. Adjál vizet. Nem, mint a valami mágnes. Úgyni. Nagyon jó. Ez nagyon jó ötlet volt, akárkitől is származik. Úgy benne maradsz. Ez micsoda? Ez most kettő, nem számít, mondom. Ez nálam akkor is csak ezé lesz. Ez most csak ilyen... Nekem elég, ha ki kell. Nagyon most nem akartam még ezzel foglalkozni. Még két mag, belerakom ezt a kettőt, és mindegy neki, nem baj, ha több. Amíg az erősebb lesz, az marad meg. No! Szóval, gyorsan adok nekik egy purkapálckát, különben nem tudom, hogy ki kicsoda. Úgyhogy, hová tettem? Egyet már bejelöltem, nem? Nem jelölt, egyet bejelöltem. Hát még mutattam a videóban, nem? Hülye ne legyek már, jó van, itt mi van. A csilifa egyes jelzést kap. Így a szélébe. Úgy gondoltam, ha eltöröm félbe, akkor elég lesz. Na. Még ezt itt megcsinálom. Addig szerintem kikapcsolok benneteket. Na, most jön a borsófa, hogy sikerüljön lerázni, hogy lemenjen az összes mag. Nem tudom, hány mag van benne, majd kiderül. Kíváncsi vagyok nagyon. Na, kinézete érdekes eléggé. Látjátok? Hol a kamera? Ja, szóval ilyen, na... Ilyen szürkés kinézete van. A magoknak hány legyen? Ebből is csináljak ötöt? Ja, legyen ebből is öt. És akkor a másikból is lesz. Na, szóval a borsófának, mivel trópusi növény, jó, erről a borsófáról egy pár dolgot elmondok, mielőtt elkezdem beledobálni ezeket a vízbe. Szóval a borsófának egy igen érdekes dolog,
Európában eléggé ismeretlen egy dolog. Van egy olyan, amit úgy hívnak, hogy madárborsó, de azt takarmányba szokták rakni, és nem ez. Európában, vagyis magyar nyelven és más nyelveken nem is madárborsónak hívják. Szóval például németül Straukerbse, hogy hívják, bokorborsónak hívják. Szóval teljesen más a neve. Nagyon szereti a meleget, szóval mint mondom, a trópusokról érkezett ide hozzánk, nem télálló. Viszont ha sikerül átteleltetni, akkor több éves is lehet. A kb. 3 méter magas a végeredménye, ameddig elnő. Szóval én azt fogom csinálni, hogyha sikerül megnevelgetni itt, hogy visszavágom ősszel akkorára, hogy át tudjam teleltetni. Mit mondjak még róla? Ja igen, a indiai kajákba, biztos hallottatok már arról, meg vannak köztetek olyan, aki szereti az indiai kaját, a dál. Szóval vannak bizonyos dálok, szóval minden dál egy bizonyos borsóból lett csinálva, és hát most nem tudom melyik dál, de egy jellegzetes dált ebből a borsóból csinálnak. Szóval az Indiában ez a fajta borsó egy nagyon kedvelt élelmiszer, növény. Na, szóval mindenki másnak ajánlom, hogy olvassatok utána. Hát itt pont, ja, Kajanus Kaján a neve, a kép alatt van a neve, megpróbálom úgy csinálni, hogy lássátok, ja így, hát ha így lássátok a nevét, keressetek rá, nagyon nehéz a beszerzése, nekem évekbe tellett, már Amerikában jobban ismert ez a növény, és ezért próbáltam onnan beszerezni a magját, ott se találta meg senki. Tehát most sikerült. Na, ötöt ebbe is bele. Ebből is ötöt. És hát a másikat még egyelőre nem bontom fel, mert mint mondottam, ez egy nagyon apró magú. Ez biztos vagyok benne, mert ilyenem már volt a kertbe. Látod, mi sikér, nem kell vele semmit csinálni, szépen lemerül, eldől, szóval annyi vizet rakjál bele, hogy úszni tudjon benne. És abban a pillanatban, amikor fogja magát, és bum, eldőlt, kész, veheted ki. Jó, nem mindig dől el, de általában, látod, pont most eldőlt, kész, lehet is kiszedni, tele van vízzel. Melyik oldal legyen ez? Nagyjá, elkülönítjük őket. Így, né? Lehet kiszedni, tele van vízzel, nem kell vele órákat várni, meg pacsmagolni. De hát persze először csináltad, nem tudtad, hogy mi legyen vele, most már tudni fogod, Misikém, mert meg van mutatva. Na, belepacsmagolom. Ja, hát ez egyszerűbb lesz persze, hát ezek nagy szemek. Kiválogatunk öt szép szemet, megtörlöm a kezemet, ha ma vizes hű. Vizes kézzel most megfogok egy ilyen borsot, és a mellette nevő is vizes, akkor elkezdenek berohadni. Azt meg nem szeretnénk, várjunk csak, kiveszek 5 darabot. És akkor egyszerűbb lesz. Így, né. Nem akarok még sokat, mert igazság szerint az van a papíren, hogy májusban kellene elvetni, de mivel trópusi növény, májustól kezdve nem lenne sok ideje megnőni. Szóval nem lennék benne biztos, hogy még ugyanaz év terem, ezért szeretném egy kicsit felgyorsítani. Sok mindent az idén nem akarok idebent növelni, szóval se paradicsomot, se paprikát nem akarok ideben nagyon csinálni. Minden kint lesz a glasshouse-ba vagy a Valpini-be, szóval ideben csak az olyan növényeket, amik tényleg melegigényesek, nagyon melegigényesek, azok lesznek idebent. Bár most lehet, hogy valami nagyon nagy hülyeséget csinálok, mert valószínűleg ezek hamarabb ki fognak kelni, mint azok. Hát akkor majd
Hát... Akkor elmegyek és hozok még egy ilyen üvegházat. Hogy szerintem van nekem kisebb üvegházam. Van itt egy halom üzém, maradvány. Ebben be lehet takarni a tetejét, ha túl sok kiázott belőle. Ugye misibe? Azért van ez a jó anyag. Szépen rá lehet dobálni a tetejére. Amúgy ezt a vizet, ami itt van alatt, ennek egy részét beszoktam alá önteni, de mivel te ezt nem csináltad, nem öntöm be alá, mert különben az enyém vízesebb lenne, mint a tiéd, és ezért nem lenne túl jó. Na! Egy. Megérettem egy, megcsinálom ezeknek is egy jelzést, és akkor jövök vissza. Na, eljutottunk az utolsóhoz. Eltesszük innen, és akkor cvek, tamarilló. És az a tartom nektek, hogy rá tudjatok keresni, kikapcsolt közben a komputerem. Na. Szóval, ez egy nagyon érdekes dolog. Ezt én másképp, ezt úgy ismertem, hogy szamtfilzés, úgy is volt nekem a kertembe sokáig. Hát sokáig nem, mert egy évet volt, aztán a fa kifagyott télen, viszont a lepotyogott magokból kikelt a következő évbe. Hú, nézzétek meg, csoda, óriási nagy magok, látjátok? Na, hát igen, most jön az, hogy valamire ki kéne szórni, de nagyon óvatosan, mert ezek óriási magok, és nem kéne elveszteni őket. Hová tegyem? Jaj, még az ötöt nem áztattam be, akkor ne siessük el a dolgokat. Jaj. Na, öt darabot ebből is. Még öt. Hát legyen hat. Legyen ebből hat. 2, 4, 6. Ússzatok, picikéim. Addig kigondolom, hogy mibe rakjam. Mit rakjak oda. Egyenes ez. Egyenes. Kitakarítom ezt az üveget. Vigyni. Húha. Lehet, izé kéne. A szemüveg se lesz elég ehhez. És akkor is, mikor nekem ez volt, akkor is magról ültettem, vetettem. A régi üvegházba 2, 3, 4, 5. Basz meg. Ja, 6. 6 kéne. Jaj, de jó, mekkora. Milyen pici magok, he? Jaj. Nem tudom ám. Lehet van ám benne már annyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ott a hatodik. Na. Jó van, ezek készen vannak. Szedjük is kifele. Rakjuk ide, né? Mellé. Lehet, hogy a régi üvegházban, a földben még mindig van ennek magja. Nem lehet tudni. Ott volt bent a fa, nagyon nagy, hú, akkora nagy fa volt. Azért nem tudtam átteleltetni. Ja, de egyszer behoztam átteleltetni, de nem volt jó. Itt van egy, ebbe csináljuk lukat neki. Nem? De nem. Nem kell. Ebből csináljuk ennek is a lukat. Ne? Nem rakom túl mélyre, mert ez nagyon pici mag, a fene se tudja, hogy én már nagyon nem tudom, mi van ráírva, mit csináljak vele. Mert ez 1 cm, kell neki 20 fok. Márciusban már üvegházban lehetne csinálni. Szóval akkor idebent jól fogja magát érezni. Nem szabad túl mélyre tenni. Bevizezzük.
és megpróbáljuk. Jaj, már fel is szedte. Ja. Az a baj, olyan pici, hogy nem is látszódik, hogy lement róla, vagy nem ment le róla. Óriás mag. Jó van. Lement. Azt neki. Hát ez a izé megoldás, ez nagyon jó, főleg ezeknél a mini magoknál. Szóval ez egy rendesen jó kis izé segítség. Ez nagyon jó. Nem találom a magokat, hát olyan picik. Itt van még egy. Most még csak három volt eddig. Jó van, oda bele. Nem lehet igaz. Akkor valahova többet raktam. Ott van még egy. Fölvette, jó van. Egy hiányzik, nem? De ott van, látom. Húha. Na, ez meg volna. Van ebben még mag? Ó, van, hát egy rakás mag van benne. Na majd ezeket kint az üvegházba. Vagy elteszünk jövőre. Ha sikerül jól a kelés, akkor rakunk el belőle jövőre is. Nem muszáj minden magot első évben egybe felhasználni. Főleg, ha működik az első kelés, nem? Na, akkor ebből kiszedünk annyit, amennyi így el van ázódva. Rátesszük itt, akkor meg lesz az 1 cm, hogy kb. Na, itt az a anyag, már többit kiöntöm. Ezt a vizet itt. Na, nagyon jó. Aztán majd kell vizet behozni, hogy itt tudjon állni a víz. Friss csapvízzel locsoljunk, ugye? Na, jó van. Hát akkor megcsinom ezeknek is a kis pálcikát. Készen vagyok a színkódolással. Szóval ez nagyon jó megoldás már csak azért is, hogyha az alkoholista filce jobban működik, mint a misének a megoldásával. Ó, de hülye vagyok, ha nem csináltam csak ötöt. Akkor gyorsan kell csinálnom még egyet. Szóval azért is, mert ezeket a pálcikákat jövőre is fel lehet használni, csak akkor majd valami más kapja meg a kódot, nem? Gyorsan megcsinálom ezt is itt. 4 darab sávot. Ó, ebben több van, ez jobb. Ja, meg azt még ez a kódhoz, hogy hát, hogyha több színű edinget használtok, szóval alkoholista filcet, de csak alkoholista filcet működik, különben felszívja a favizet és összefolyik az egész. Az alkoholista filmszülő viszont nem tud összefolyni, mert nem oldja a víz. Szóval ha több színben van nektek otthon ilyen alkoholista filcetek, akkor természetesen sokkal több féle fajta megoldást lehet csinálni. Na! Ennyi volt. Ráteszik a tetőt, bezárjuk az ablakocskákat, és várjuk, hogy keljen kifele. Eltakarítok, és készen vagyok ezzel is. Na, szóval reméljük, hogy működni fog. 2020. január 16-ai vetés volt. Köszönöm a figyelmeteket. Sziasztok! Odakint a Valtívon fogjuk folytatni a vetéssel. De előtte jön még egy-két rész az új sorozatomból. Addig is. Szia mindenkinek!